napot kívánok! A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága nevében szeretettel köszöntöm ünnepségünk jelenlévő kedves vendégeit. Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy rendezvényünkről felvétel készül, mely az MTA Veab YouTube csatornáján kerül közzétételre. Kérem a jelenlévőket, hogy az ünnepség időtartamára szíveskedjenek kikapcsolni mobiltelefonjaikat. Most pedig felkérem tisztelettel Padisák Judit akadémikus asszonyt, az MTA Veab elnökét, hogy köszöntse meghívott vendégeinket. Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Frany Tamás akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét. Hegedűs Barbara asszonyt, Veszprém megyei jogú város alpolgármesterét. Hudec Ferenc akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia alelnökét. Bedő Zoltán akadémikust, a VEAP alelnökét. Mészáros Ernő akadémikust, a VEAP korábbi elnökét. Pósvai Mihály akadémikust, a VEAP korábbi elnökét. Vejsz Otto akadémikust, a VEAP korábbi alelnökét. Csabai István akadémikust, ünnepségünk meghívott előadóját. Pález Zsolt akadémikust, a Debreceni Akadémiai Bizottság elnökét. Lénárd László akadémikust, a Pécsi Akadémiai Bizottság elnökét. Előbb már láttam. Krisztin Tibor akadémikust, a Szegedi Akadémiai Bizottság elnökét. Berkő Péter professzor urat, a Miskolci Akadémiai Bizottság alelnökét. Takács István atyát, a Veszprémi Érsekség általános helynökét. Sebestyén Józsefet, a Veszprémi Érseki Főiskola rektorát. Szabó Pétert, a Kodolányi János Egyetem rektorát. Abonyi Jánost, a Pannon Egyetem tudományos rektor helyettese. Köszöntöm továbbá a VEAB elnökségét, a körünkben megjelent VEAB tagokat, az MTA közgyűlési képviselőit, a szak- és munkabizottságok elnökeit, a díjak várományosait, munkatársaimat és minden kedves vendéget. Köszönjük szépen! Most pedig felkérem Padisák Judit elnökasszonyt ünnepi köszöntője megtartására. Tisztelt megjelentek! Több mint fél évszázaddal ezelőtt fogalmazódott meg az MTA akkori vezetésében, hogy a vidéki tudományosság előmozdítása, élénkítése érdekében területi akadémiai bizottságokat alapít. Debrecenben, Miskolcon, Pécsett, Szegeden és Veszprémben. E területi bizottságok azóta régióik tudományos és kulturális központjaivá váltak, tevékenységük ismertetése természetesen meghaladná e rövid köszöntő terjedelmét. A területi bizottságok létszámát tekintve a Veszprémi Akadémiai Bizottság a legkisebb, kiterjedését tekintve azonban a legnagyobb, mint hogy kiterjed Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyére. A déli ország részen, Zala-Somogy-Tolna megyén pedig osztozunk
a Pécsi Akadémiai Bizottsággal. Ez utóbbival különösen szoros a kapcsolatunk. Közös rendezvényeink közül kiemelném az évente megrendezett Pannon Tudományos Napok című rendezvényt. Itt adjuk át közösen a két régió közös legrangosabb elismerését, a Pannon Tudományos Díjat, valamint a legjobb PhD disszertációkért járó díjakat. Én magam 1980-ban léptem át először ennek a gyönyörű, de felújításra szoruló épületnek a küszöbét egy Balatonkutatással kapcsolatos rendezvényre kaptam megtisztelő felkérést. A címét is meg tudom mondani máig is. A Balaton-Tihanyi térségében végzett algológiai és bakteriológiai kutatások eredményeinek értékelése a zooplankton táplálkozása szempontjából. Ez a munka egy LEAP monográfiában meg is jelent, akkor én 29 éves voltam. Ma is kiemelt feladatunknak tartjuk a fiatal kutatók bevonását a tudományos életbe, és azt is, hogy őket számukra kiírt speciális díjakkal átsegítsük a kutatói pálya kezdeti nehézségeim. Ez a mai nap az 50 éves fennállás ünneplésének csak kezdete. Mostantól havi rendszerességgel rendezünk tudományos rendezvényeket, kerekasztal beszélgetéseket meghívott előadókkal, a tudomány aktuális kérdéseit a fókuszba helyezve. A COVID alatt informatikai kompetenciáink és felszerelésünk is jelentősen fejlődött. Emiatt mára legtöbb rendezvényünket streameljük, vagy nyilvánossá tesszük YouTube csatornánkon, mint például majd ezt is, és ezzel az érdeklődők sokkal nagyobb közösségét érjük el, mint korábban csak a jelenléti rendezvényekkel. Ezt számok igazolják. Egy másik, a régió tudományosságának koherenciáját reményeink szerint erősítő kezdeményezésünk az úgynevezett Pannon Roadshow, melynek keretében végiglátogatjuk a terület összes olyan intézményét, legyenek nagyok vagy kicsik, melyekben tudományos kutatás folyik. Én köszönöm Önöknek azt, hogy a Veszprémi Akadémiai Bizottság megalakulásának 50 éves nyitó ünnepségén jelenlétükkel minket megtiszteltek. Köszönöm szépen. Tisztelt vendégeink! Most hallgassuk meg Frany Tamás akadémikus úr, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének köszöntőjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves akadémikus társaim, kedves kutatótársak! Fél évszázaddal ezelőtti esemény ünneplésére gyűltünk ma össze. Engedjék meg, hogy ezért köszöntöm elején egy rövid idézettel felelevenítsem a hazai tudományos élet akkori főkérdéseit, a Magyar Tudomány című folyóirat 1972. szeptemberi számának első cikkéből. Az emberiség gondjai számosak és súlyosak. A környezetvédelem is ezek közé tartozik, jól lehet van ennél nagyobb és fenyegetőbb veszély is. Ilyen elsősorban a háború és a béke kérdése, az emberiség fennmaradása vagy apokaliptikus pusztulása. Aggasztóan súlyos gond a világ számos országában a demográfiai robbanás és a fokozódó élelmiszerhiány, mert az élelmiszer termelés növekedésének üteme nem tart lépést ezekben az országokban a lakosság létszámának emelkedésével. Eddig tartott az idézet. Ebből az is kiderül, hogy miközben a tudomány az elmúlt fél évszázadban soha nem látott fejlődésen ment keresztül, a feladatok, amelyek megoldásában a kutatókra is nagy szerep hárul, szinte ugyanazok maradtak.
1972. szeptemberében a hazai tudományos közösséget a magyar tudományban megjelent írások alapján elsősorban műszaki és természettudományi akadémiai kutatóhelyek, ipari termelést érintő kutatási eredmények hasznosításáról szóló jelentés, a felkészülés az akadémia alapításának 150. évfordulójára, a modern fizikai mérőmódszerek alkalmazása a biológiában, a bioszféra kutatás jelentősége, valamint a vezetéstudomány kérdései izgatták. Kedves kutatótársak, ez volt tehát néhány pillanatkép a korról és a körülményekről, melyek között a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége 1972. szeptemberi ülésén elfogadott határozatával megalapította az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottságát. A testület feladataként azt határozták meg, hogy az akadémia keretein belül szervezze meg az Észak-Dunántúli régió tudományos közéletét. Az elmúlt fél évszázadban egyetemek, kutatócsoportok, tudományos intézmények, kutatók közreműködésével alakult ki az a mai rendkívül intenzíven működő és a hazai tudományos élet számára pótolhatatlan hálózat, melynek nagy számú kapcsolattal rendelkező csomópontja lett az MTA Veszprémi Területi Bizottsága. E nagy számú kapcsolat egyike vagyok én magam is, hiszen számomra Veszprém különösen fontos és kedves város, itthon vagyok. Bár Zircen születtem, csupán életem első 3 napját töltöttem ott, amíg édesanyámmal együtt haza nem engedtek a kórházból. Veszprémben laktunk, itt nevelkedtem, itt jártam általános iskolába és gimnáziumba, az ország egyik legjobbnak tartott patinás középiskolájába, a Lovasi László gimnáziumba. Kutatóként igen sok előadást tartottam már Veszprémben, számos fórumon, többek között itt, ebben a teremben is. Imár akadémiai elnökként pedig a Lovasiban, egykori Alma Máteremben indítottam el hivatalosan is a középiskolai MTA alumni programot. A programhoz elindulása óta a magyar kutatói közösség közel 1700 akadémiai köztestületi tagja csatlakozott már, köszönet érte. Ők vállalták, hogy egykori iskolájukban, és ha nyitottak rá, más középiskolákban is előadást tartsanak kutatói pályájukról, és vagy tudományterületük valamely témájáról a mostani középiskolásoknak. A középiskolai MTA alumni program fő céljai részben hasonlóak a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságainak céljaihoz. Mindkét esetben fontos törekvés az átlagember érdeklődésének felkeltése a tudomány új eredményei iránt, és a tudományos gondolkodás népszerűsítése. Ezt teszi az MTA Veszprémi Területi Bizottsága, például a 2005-ben elindított Pannon Tudományos Nap rendezvény által, és ezt tesszük a középiskolai MTA alumni program keretében, a 10 évesek a jövő potenciális kutatói bevonásával. Egymással párhuzamosan működő, egymást erősítő, az MTA köztestületének tagjait is mobilizáló tevékenységek ezek. Kedves ünneplő közönség! Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága az elmúlt 50 évben a régió egyik szellemi központjává vált. Igazodási ponttá, kedvelt találkozó helyé. Itt tanuló egyetemisták, doktoranduszok, épp úgy állandó résztvevői a rendezvényeknek, mint jelenlegi és korábbi egyetemi oktatók, a tudomány iránt érdeklődő veszprémi polgárok. Programokból szándékunk szerint a közeljövőben sem lesz hiány. A nagyközönség még erőteljesebb megszólítása, a tudomány ellenes hangok visszaszorítása, a fiatalabb korosztályok hatékony elérése érdekében indítjuk el a Magyar Tudomány Ünnepén belül a Tudomány Ünnep Pluszt, amely a közismert TED előadásokhoz hasonlóan dinamikus, élvezetes formában ad betekintést egy-egy izgalmas tudományos területbe. Mozgalmas ősz előtt állunk. Számítok önökre a tudományos gondolkodás terjesztését célzó munkánkban, az MTA Veszprémi Területi Bizottságának rendezvényein, és biztatom önöket a középiskolai MTA alumni programban való részvételre is. Kérem, hogy segítsenek az alapítása 200. évfordulójának méltó megünneplésére készülő akadémia közfeladatainak megvalósításában. Kutatóként és egyetemi oktatóként pedig tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy 10, 20 vagy 50 év múlva a ma még csak gimnazisták, egyetemisták közül immár kutatóként legalább annyian ünnepeljék majd a Veszprémi Területi Bizottság létrejöttének kerek évfordulóját,
mint amennyien ma itt összegyűltünk. Köszönöm a figyelmet. Megköszönöm elnök úr méltató szavait, és kérem Hegedűs Barbara asszonyt, Veszprém megyei jogú város alpolgármesterét, köszöntse a jelenlévőket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök úr, tisztelt elnök asszony, sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendezvényen. Veszprém és térségének tudományos közélete elképzelhetetlen az MTA VEAB nélkül. A Veszprémi Akadémiai Bizottság 1972-es létrejötte óta a helyi tudományosság meghatározó szintere. Tudósok, tanárok, a tudományt magas fokon művelő szakemberek, virtuális hálózata ez, azonban nagyon is reális, kézzelfogható célkitűzésekkel és eredményekkel. Közel 2,5 évezreddel az első tudományos közösség Platon legendás akadémiájának alapítása után a tudomány elsődleges létformája még mindig a közösség, avagy a tudós társaság. A különféle tudományokban jártas kutatók, oktatók, szakemberek informális hálózata biztosítja a tudás és a kreativitás szabad áramlását és felhalmozását. Tudományos párbeszéd nélkül nem beszélhetünk mai értelemben vett korszerű tudományról. Az 50 esztendővel ezelőtt alapított Veszprémi Akadémiai Bizottság kezdettől fogva e magas színvonalú párbeszédnek kívánt fórumot biztosítani, és teszi ezt azóta is. Az MTA VEAB az elmúlt fél évszázad tudományosságának egyik meghatározója Veszprémben. Legendás tudósok, nagyszerű tudományos műhelyek, a kutatás, az oktatás, a tudományos ismeretterjesztés meg annyi fontos eredménye kötődik a Veszprémi Tudós Társaság nevéhez. A 21. század vezető iparágaként az intézményesült tudomány Magyarország fejlődésének egyik letéteményese. Az elkövetkező 50 év elképzelhetetlen az MTA Veszprémi Területi Bizottságának szerteágazó tevékenysége nélkül Veszprémben. Ehhez az újabb 50 esztendőhöz kívánok nagyszerű tudományos felfedezéseket, izgalmas párbeszédet és megújuló alkotókedvet a Veszprémi Tudományos Közélet minden résztvevőjének. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kedves közönségünk, a következő percekben kérem hallgassák meg Szilvásiné Csordás Éva, Gizella díjas előadó művész, és Hajas Szilárd Fuvala művész műsorát. Múlt és jelen jövő kapcsolódásáról hangzik el két vers, József Attila a Dunánál, és Somlyó György, Csak a béke. Rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mint a szívemből folyt volna tova, zavaros bölcs és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogot vet ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás. S mint édesanyám ringatott, mesélt, s mosta a város minden szennyesét.
és elkezdett az eső cseperészni. De mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvű örök esőmódra hult szüntelenül, mi tarka volt a múlt. A Duna csak folyt, és mint a termékeny másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen, és nevetgéltek a habok felén. Az idő árján úgy remegtek ők, mint sírköves, dűlöngő temetők. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, s kész az idő egésze, mit 100 000 ős szemlélget velem. Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell, s ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat, enyém a múlt és övék a jelen. Verset írunk, ők fogják ceruzámat, s én érzem őket, és emlékezem. Anyám kun volt, az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást, elszomorodom néha emiatt. Ez az elmúlás, ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk. Megszólítanak. Mert ők, én vagyok már. Gyenge létemre így vagyok erős. Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik. Apám s anyámmá válok boldogon, s apám anyám maga is ketté oszlik. S én lelkes egyé. Így szaporodom. A világ vagyok. Minden, ami volt, van. A sok nemzetség, mely egymásra tör. A honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör. Árpád és Zalán, Verbőci és Dózsa, török, tatár, tót, román kavarog-e szívben, melye múltnak már adós a szelíd jövővel, mai magyarok. Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt jelens jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, melyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, s rendezni végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk, és nem is kevés. Süvítnek napjaink a forró sortüzek. Valamit minden nap elmulasztunk. Robotolunk lélekszakadva jót tevőn, s valamit minden tedben elmulasztunk. Áldozódunk a szerelemben egy életen át, s valamit minden csókban elmulasztunk, mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk naponta, minden szerelemből hiányzik valami.
Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. Az égboltról hiányzik egy sugár, felőlünk hiányzik valami. A földből hiányzik egy talpalatnyi föld, talpunk alól hiányzik valami. Pedig így szólt az ígéret a múltból. Valahol, valamikor valamit. Hitették a bölcsek, hitték a hívők, mióta élünk e hitetést hallani, de már ránk tört a tudás. Valami nincs sehol, s a mi dolgunk kezd bevallani, s keresni azt, amit már nem szabad senkinek elmulasztani. Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést, minden szerelmet újra kibontani. Újra kezdeni minden művet és minden életet. Kezünket mindenkinek újra oda nyújtani. Újra kezdeni mindent e világon. Megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis. Belőlünk, sürgetve dalol. Újra hiteti, hogy eljön majd valami, valamikor, valahol. Ne is mondjátok. Tudom én, hogy csupa kis háború, a szerelem, a hivatal, az utca, a gyár. Hogy a család csöpp egére is naponta nehéz bombázókra jasszál. Fel kell reggel az ember, és magányába beássa magát, úgy várja a múló percek körülötte becsapódó sorozatát. Tudom én, hogy akaratod és akaratom, s a tizediké, s a tízezrediké, ha összecsap, úgy robban akár az atom, s kiszámíthatatlan erőket idéz fel. Tudom én, hogy az emberi természet messze még a leszereléstől. Attól, hogy az ember fegyver nélkül álljon meg egymás előtt, reggeltől estig és estétől reggelig, s fedezék nélkül, menedék nélkül, csel nélkül, álcázatlanul eressze a senki földjére álmait, szavait, tetteit. Tudom én, ó, tudom, hogy még a messzelenül egymáshoz simuló testeken is olykor láthatatlan páncél csikorog, hogy marni kész a csók puha húsai közt a fog, hogy értelmes, szép, szelíd szavaidon mind gázol át hirtelen sírva röhögve a lélek ős szörnye, a HY. Tudom én, gyilkos és öngyilkos fegyvereidet, szerelem, szeretet. Tudom, hogy az indulatok egy percre se kötnek fegyverszünetet. Tudom én, hogy a magányos, örömtelen öregek bombaként szorongatják szűkülő ereikben a vérrögöket, hogyha más fegyverük már nem maradt, ezzel küzdjenek az egyedül lét szörnyei ellen. Ne is mondjátok, tudom én, s mi mindent még jaj a lélekben s a testben. Ne is mondjátok, tudom én, mind az emberi nyomort, mit a béke, e vágyva vágyott emberi szó is rejt puha négy betűjébe. Tudom azt is, ó, tudom én, hogy még a leggyönyörűbb is művészet, tudomány, hány temetetlen holtat hagy minden győztes csatája után, hogy még az űrrakéták tüneményes röptének is megvan az árnyel föltekén, s hogy békében is ölhet az érdek, a téboly, a vakhit, az ország, a hatalom és a dicsőség, tudom én, hogy az értelmet, e bőr alatti, kényesen lüktető finom artériát nem csak a modern erőszak kifinomult gyilka, de az ösztönök durva pattintott kőbaltája is mély könnyedén üti át. Ne is mondjátok,
tudom én. De azért mégis, mindezek ellen csak a béke a vért. Csak a béke a hosszú, a megszakítatlan. A béke, amely nem puszta szünet a harc sorozatban. A béke a hosszú, a nem csak ránk, fiakra, unokákra szabott. A béke, amely puha húsa mögött nem rejt kemény csonthéjba zárt egyre növekvő robbanó atomot. A béke, amely nem összecsapódó függöny a háború rázas próbái előtt. A béke, amely nem rombolni sűríti, de szétrobbantja a bárgyú erőt. A béke a hosszú, amely oly hosszú, mint egy nyári nap, mikor háborítatlanul teheted legkedvesebb dolgaidat. Mintha egy örökké valóság lenne, mindenre kimérve. Amit tudtok, és tudok én is, csak a béke. Csak a béke fékezheti meg a békében is tomboló indulatot, mindazt, ami önnön bensejében is ott csikorog. Csak a béke a jó pásztor, az okosan terelő, az ősi juhász, a szilaj csikós, aki minden vadmént megzaboláz. Csak a béke a rettenthetetlen, villámszemű idomár, aki előtt értelmes alakot ölteni kényszerül, az idők mélyéből üvöltve gomolygó mindenféle homály. Csak a béke szelidítheti meg bennünk a rengeteg irdatlan, őskori, bozontos, uszonyos, ormányos, cézárfejű, pápasörényű, pénzpikkelyű, ágyúagyarú, földagyú fenevadat, mit a háború ránk vadított az évezredek alatt. Tehát vendégeink, megköszönöm Szilvásiné Csordás Éva és Hajas Szilárd műsorát. Most pedig Csabai István akadémikus előadása következik, melynek címe Tudományok felvértezése gépi intelligenciával. Csabai István az ELTE TTK fizika
intézet komplex rendszerek fizikája tanszékének egyetemi tanára, az MTA levelező tagja. Több multidisciplináris területen kutat, ahol az új technológiák nagy mennyiségű adat összegyűjtését és elemzését teszik lehetővé. A 90-es évek elején kezdett dolgozni a mesterséges neurális hálózatokon és azok alkalmazásán. Kutatásainak középpontjában az összetett rendszerek megértése áll, legyen szó rák genetikáról, az ember által létrehozott internet vagy az univerzum nagyméretű szerkezetéről. A jelenségek megértésében a hagyományos tudományterületek szokásos ismeretein túl a modern statisztikai elemzés módszerei, az adatbányászat és újabban a gépi tanulás egyre nagyobb szerepet kapnak. Csabai professzor nagy tapasztalattal rendelkezik a multidisciplináris kutatásokban, a nemzetközi kutatókkal való együttműködésben is. Vezető vagy társkutatóként részt vett számos hazai és nemzetközi projektben, több mint 200 nemzetközi publikáció szerzője, amelyek több mint 70 ezer idézetet kaptak. Parancsolj! Köszönöm szépen! Alelnök úr, majdnem elmondtam már az egész előadásomat. Nagyon szépen köszönöm, nem számítottam itt ilyen méltatásra. És elindítom a vetítést. Tehát igazán megtisztelő elnök asszonynak külön köszönöm ezt a meghívást, hogy ezen a nagyon szép, nagyon kerek jubileumon részt vettek, előadhatok, és kicsit rosszul is érzem magam, hogy nem vettem nyakkendőt, de aztán gondolkodva rajta rájöttem, hogy én csinálom jól, én már készülök a télre, és majd akkor fölveszem a nyakkendőt sál gyanánt. Félretéve a fekete humort, ugye elnök asszonnyal beszéltünk telefonon, és azt kért, hogy meg részben valószínűleg azért is hívott engem, hogy próbáljak valami áttekintést, kitekintést, minél multidisciplinális, minél szélesebb körű dologokról beszélni. És valahol kapcsolódnék az imént hallott nagyon szép versekhez. Tehát ugye mindennél szebben kifejezték, hogy milyen bonyolult az élet, milyen bonyolult az emberi lélek, milyen összetett a történelem, milyen összetett a természet. És akkor itt példaként kiválasztottam, hogy lehet sokból választani az aktuális válságok közül, ugye a nemrég lezajlott, vagy reméljük lezajlott, és ki tudja, hogy már véget érte pandémiát, világjárványt, ami szintén egy rendkívül összetett jelenség. Tehát önmagában gondolhatjuk csak azt, hogy véletlen való, ugye a denevér rátüsszentett valakire, és akkor ebből alakult ki ez az egész, ami több millió ember halálát okozta, meg az egész világgazdaságot jelentősen megdöntötte, de ez is egy összetett jelenség. Tehát tudjuk, hogy mögötte van a klímaváltozás, mögötte van amit szintén hallottunk elnök úr felvezetőjébe, az emberi populációnak a növekedése, az utazások, az élelmiszerszállítás, és mindezek a dolgok, ezek valahogy közrejátszanak abba, hogy kialakult ez az egész. És ugye a tudománynak az lenne a feladat, hogy megértse ezeket a dolgokat, hogy hogyan alakulnak ki, azért, hogy be tudjunk avatkozni, előre lássunk, és fel tudjunk készülni a jövőre. És hogyha egy bonyolult rendszer van, ugye a fizikából indulok, de általában a természettudományok ugye matematikai megközelítéssel próbálják leírni a dolgokat, és azt mindenki tanulta az iskolába, hogyha egy nagyon egyszerű modellen van egy egyenes, egy lineáris összefüggés két változó között, akkor elég két pontot lemérnem, és akkor arra már rá tudok rakni egy egyenest, és akkor az meg tudja mondani a trendet. Hogyha egy összetettebb folyamaton van, mondjuk amit már egy másodfokú egyenlet ír le, akkor hiába van két pontom, az nagyon sok másodfokú egyenletet rá lehet illeszteni, nagyon sok parabolát, az legalább három pont kell, hogy be tudjam szűkíteni a parabolának a lehetőséget, tehát hogy ezt a modell tudjam illeszteni, és akkor a modell segítségével esetleg olyan tartományokba jósolni tudjak, ami nem volt része a felvett adatoknak. És akkor ezzel azt próbáltam illusztrálni, hogy ugye egyre bonyolultabb rendszereket próbálunk megérteni, ehhez egyre több adat kell, és egyre több számítás, és egyre bonyolultabb modellezést kell végezni. És szerencsére valahol a tudomány önmaga egy ilyen pozitív visszacsatolásként a technológiával körültve segítette ezt a folyamatot. Tehát ugye az eredeti emberi kíváncsiság, hogy miért mozognak azok a kis fényes pontok az égen, meg egyáltalán mik azok ott,
azzal, hogy elvezetett ugye a csillagászat, azt elárul mindenkinek a titkot, ugye a fizika meg a csillagászat azért volt egy időben annyira sikeres, mert kinézte a legprimitívebb dolgot, a legegyszerűbb dolgot. Ugye szinte végtelen távolságra van egy tömegpont, meg egy másik, semmi nem zavarja őket, nem, nincs lelkük, nincs semmi, közegellátás sincs, és akkor azt ki lehet számolni, le lehet egyszerű matematikai modellé. De akkor ez később ugye elvezetett akkor a mechanika megértéséhez, később egészen már a modern időkben, alig 100 évvel ezelőtt a kvantummechanika megismeréséhez, és akkor erre tudott épülni a szilárdtest fizikán keresztül, az anyagtudományon keresztül, a tranzisztorok, a mikroelektronika, ami végül elhozta ezt a modern digitális kort. És akkor ebben a modern digitális korban van ez az úgynevezett Moore törvény, ez a robbanás, ami körülbelül pont egyébként az én születésem időpontjában határozta meg Moore ezt a technológiai törvényt, hogy nagyjából két évente duplázódik a számítógépeknek, vagy a digitális technológiának a kapacitása, vagy úgy is mondhatjuk, hogy feleződik az ára két évente. És ez azóta is tart a trend, hát ez már egy elég hosszú idő, és ez az exponenciális folyamat, ugye itt a függőleges skála logaritmikusan van, tehát exponenciálisan duplázódik, mindennél tovább nő, és akkor ez magyarázza azt, hogy miért létre. És akkor ez átalakította ugye a mindennapjainkat, erről nem kell beszélni, itt mindig a mobiltelefonomon fogom megnézni, hogy már túl sokat beszéltem-e, utána pedig egy nemzetközi konferencián veszek részt, telekonferencián, tehát hogy a mindennapjainkról nem is kell beszélni, hogy átalakította, de átalakította a tudományokat. És akkor én nagyon szerencsés voltam, hogy egyrészt, hogy abban az időben, amikor a doktorimat csináltam, akkor volt egy felfutása már az úgynevezett mesterséges neuronhálózatoknak, csak óvatosan mondom a neuronhálózatot, ez csak ilyen mesterséges, nem az igazi, hogy nehogy elnök úr ittem fölpattanjon, hogy mit beszélek én itt. Tehát, hogy azzal foglalkoztam, de utána posztdokként be tudtam kapcsolódni a Szalai Sándor akadémikus csoportjába, aki Baltiborban volt már, egy olyan nagy nemzetközi projektben, ami tulajdonképpen az első tudományos, hogy így mondjam, big data projekt volt. Tehát akkor ért meg a technológia arra, hogy megalkossuk, vagy lefényképezzük az univerzumnak háromdimenziós térképét. Tehát, mint hogy Kolumbusz és Magellán előtt esélytelen volt a Földnek a térképét igazából jól felrajzolni, azelőtt, hogy ez a digitális technika, a digitális kamerák, a digitális CCD kamera megszületett volna, esélytelen volt föltérképezni az univerzumot, nem csak azért, mert nagy, hanem hogy a népdallal ellentétben a csillagok nem ragyognak, hanem pislákolnak, a távoli galaxisok meg sötétebbek, mint az éjszakai égbolt. És akkor ez a technológia, amit látunk ott a felső sarokban a kamerát, ugye ez akkor ilyen nagy kamera volt, 120 megapixeles, és abban az időben, a 90-es évek közepén, amikor ezt terveztük, akkor benne volt a világon található megapixeleknek a fele ebbe az egy kamerába. Jó? És akkor ez a 90-es évek közepe, ugye itt fiatal kevés van, akinek ez már nem közeli emlék lenne, nem távoli emlék, és akkor most pedig, jó, tehát ez is már nem új, mert 2019, mikor volt az már, jó, tehát akkor kijött a valamelyik cég, Samsung egy olyan mobiltelefonnal, amivel ugyanúgy közel 120 megapixel van. Jó, tehát ami a világon csak egy volt és millió dollárokba került, az mindenki belerakhatja gyakorlatilag a zsebébe. És akkor ez átalakította azt is, hogy mit tudunk csinálni, tehát hogy mennyi adatunk van, és mit tudunk a világról. Tehát körülbelül 100 éve tudjuk, kevesebb mint 100 éve tudjuk egyáltalán, hogy nem csak a mi tejült rendszerünk van, hanem milliárdnyi galaxisból áll az univerzum. Az nem volt olyan rég, ugye a szüleink generáció, hogy nem tudom micsoda. Jó? És akkor még a 90-es években is körülbelül 1000 galaxisról tudtuk ezt a háromdimenziós térképet fölvenni, pontosabban az csak egy ilyen kétdimenziós szeletlet, és szinte egy csapásra, egy évtizeden belül, akkor lett, nem tudom, 1 millió galaxisnak a háromdimenziós térképe, meg 300 millió galaxist lefényképeztünk. És akkor ez átalakította azt, hogy mit csinál a csillagász. Ugye előtte kiment a távcsőhöz, nézegetett benne, később ugye fotolemezzel vette föl, de ott egyesével számolgatta a galaxisokat. Nemrég halt meg Vera Rubin, aki mondjuk a sötét anyagnak a jelenlétének egy tulajdonságát fedezte föl a galaxisok forgásgörbéjének problémáival, és akkor a méltatásában, tehát egy halálára az volt, hogy élete során több mint 200 galaxist vizsgált meg. Jó? Tehát itt pedig van 1 millió, tehát nem adhatom ki a doktorandusomnak, ugye, hogy nézd végig mindet és vizsgáld meg. És akkor
Ez a folyamat, ugye itt a csillagászat, fizika, innen indultam, de hát tudjuk, hogy ez minden tudományban itt van. Tehát itt látjuk a kiállításon a nagyon szép képeket, Misi majd el fogja mondani meg feliratokat is, akár egy melyiken mi van. Tehát, hogy a digitális technológia, ugyanezek a módszerek, mint a CCD kamera a távcsőbe, ez mindent forradalmasított, mindent átalakított. Tehát átalakította a fizikát, átalakította az élettudományokat, és átalakítja egyébként a humántudományokat is, és mindenhol betör, mert olyan sok adathoz férünk hozzá, és olyan feldolgozó egységeink vannak, amivel messze túl tudunk lépni azon, hogy az emberi agy mire volt képes. És akkor például, amiben szintén így belekeveredtem, amiatt, hogy így a csillagászat révén elkezdtem foglalkozni nekem a nagy adatokkal, a genetikai vonatkozások szinte itt zajlik le szerintem az egyik leggyorsabb, legnagyobb forradalom, és akkor ezt mutatja ez az ábra itt a bal felső sarokba, ez a genetikának, a genomikának a Moore törvénye. Itt a egyenes vonal, ami megy lefelé, az a technológiai Moore-törvény, csak most fordítva van rajzolva, mint az előző ábrán, a függőleges tenger megint logaritmikus, tehát azt mutatja, hogy exponenciálisan hogyan csökken az ára a technológiának, mennyibe kerül nekem megvenni, nem tudom, 1 gigabájt vagy 1 terabájt merevlemezt, vagy nem tudom, valamilyen kapacitású processzort vagy számítógépet. És akkor a pöttyök, pedig az adatpontok, azok pedig azt mutatják, hogy mennyibe kerül megszekvenálni egy humán genomot. Ugye nagyjából 2000-re lett meg az első humán genom, másfél évtizeden át csinálta, a világnak szinte összes valamire való genetikusa közösen egy hatalmas nagy projektben, közel 3 milliárd dollárba került. És akkor mára, most én megrendelhetem már 500 dollárért, vagy épp tegnap előtt voltam egy private health fórumon, ahol van magyar cég, akitől 6 millió forintért megrendelhetünk egy teljes szkenelést, amivel a teljes genom vizsgálattól kezdve az összes emberi és mindenféle vizsgált elemzéssel benne van, de mondjuk egy teljes genom szekvenálás az már 500 dollár alatt van. Tehát ugye ez mutatja, hogy a pénz beszél, pénz mutatja a technológiának a fejlődését, tehát a 3 milliárd dollárt nem lehetne a egyetemi tanári fizetésből kifizetni, de az 500 dollárt azt ki lehet fizetni, hogyha mondjuk az életem vagy az egészségem múlik rajta. És akkor ez csak egy pont ebbe az egészbe, vagy említettem otthon az ábrán a koronavírus szekvenciák. Ez egy érdekes dolog, mert 2021. februárjában vágtam ki azt az alsó kis ábrát a GISZÉD adatportáról, ahol akkor nagy lelkesedéssel mondtam, hogy már 300 ezer vírusgenom van megszekvenálva, és semmilyen vírusról nem volt még soha ennyi, tehát nem tudtunk soha ennyit semmilyen vírusról, és akkor egy évvel később már 10 milliónál, most nem is néztem meg, hogy mennyi van már belőle. És akkor ezek ott vannak, és olyan dolgokat tudunk meg, és hát látjuk, hogy ugye azt hinnénk, ugye, hogy a SARS-CoV-2, a koronavírus az sokkal-sokkal bonyolultabb, és mindenféle ilyen tünetei, post-covid, nem tudom mi van, pedig hát ő is egy vírus, én arra tippelek, hogy a többi vírus is kb. Ilyen melléktüneteket, meg poszt, nem tudom micsodát okoz, csak erről most tudjuk, mivel ilyen alaposan meg tudjuk vizsgálni. És akkor az a kérdés, hogy akkor itt van ez a nagyon-nagyon sok adat, terabájtok, petabájtok, és vajon meg tudunk-e, hogy hogyan birkózik meg vele a kutató, hogyan birkózik meg vele az ember. És akkor hát ne feledjük, hogy az ember az evolúció terméke. Volt valamilyen gyártási terv, vagy utasítás, design dokumentum, hogy milyen kapacitásokkal kell ilyen rendelkezni. És természetesen, amikor nem tudom, 100 000 éve a legutóbbi rendszer frissítés volt, nem ez volt a célja, ugye? Tehát más volt az eredeti célja, hogy mit csináljon, ugye? Éljen, túléljen, szaporodjon, maradjon életben. És akkor hát, hogyha végignézzük, így végig lehet bogarászni ezeket a kis kapacitásokat, van, amiben még mindig elég nagy, tehát hogy mondjuk már a mennyiségi, meg a kapacitás dolgok szinte már mindent elérünk, nyilván a komplexitásban, bonyolultságban nagy, de bizonyos dolgokban egészen gyenge, tehát a egyes elemeknek a sebessége, a rövidtávú buffer, hogy hány paralel szálon tudunk processzálni, és a többi. Tehát, hogy ilyen szempontból látjuk azt, hogy ez egy véges dolog. Tehát eleve van egy véges térfogata, abban csak egy véges energia felhasználása, tehát ebben valamekkora kapacitás fér be, és nem tudhatjuk úgy, ahogy nem várjuk el valamilyen egyszerűbb lénytől, vagy egyszerűbb állattól, hogy valami nagyon bonyolult dolgot csináljunk. Nyilván bármennyire is büszkék vagyunk az elménkre, valamilyen kapacitásai van. És akkor itt jön be, ugye ez a... Hát szokták mesterséges intelligenciának hívni, szerényebben lehet csak gépi tanulásnak hívni az egészet. Ez egy
ilyen paradigmaváltásként lehet mondjuk első közelítésben megfogalmazni az egészet, hogy hagyományosan is már jó ideje használunk számítógépeket az adatfeldolgozáshoz. Ugye volt az adat, és akkor úgy valami sejtésünk volt, hogy mi is az az adat, hogyan viselkedik, mi az a jelenség, vannak valami egyenleteink, amik leírják, vagy valamilyen modellel közelítjük, és akkor azt próbáltuk illeszgetni rá. És akkor ez alapján, tehát mint hogy most is mondjuk szimulálják az időjárást, és akkor próbálják megmondani, hogy mi lesz a tűzijáték idején. És akkor, de ez a mi tudásunk van belerakva az egészbe, valamilyen inputok vannak a mérésekben, és akkor az alapján próbálunk jósolni. És akkor a paradigmaváltás az az lenne, hogy próbálnánk meg azt, amit az ember is csinál. Ugye mi is látjuk az adatokat, meg tapasztalunk dolgokat, és akkor abból magunktól kitaláljuk az algoritmust is, magunktól kitaláljuk a modellt is, és hogy vajon hogyan lehet ezt megcsinálni, hogy csak az adatokat, abból nyilván nagyon sokat, vagy sokkal többet, mint a másik esetben adunk be a gépnek, és akkor a gép maga addig próbálkozik, amíg megalkotja a modellt is, és ezt a modellt használja például különböző jóslásokra. És akkor az alapgondolat egyébként relatív egyszerű, hogy mondjuk a legegyszerűbb modell, ugye van a felügyelt, meg nem felügyelt, meg sok változata van a tanulásnak, de mondjuk ez a legegyszerűbb ilyen móriczka ábra igazából, mivel a valóság mind az élő rendszer esetén sokkal bonyolultabb, és igazából nem is olyan sok köze van ehhez, de mégis egy ilyen kiindulásként mondhatjuk ezt, ugye, hogy mutatunk dolgokat, ugye, vagy a kisgyerek lát dolgokat, és akkor a édesanyja, édesapja mondja neki, hogy az micsoda. És akkor valahogy ezeket a címkéket összeköti azokkal a képekkel, és valahol belül az agyába, ugye ezt ne feledjük el, ami azt hiszem, hogy az egyik fő téma ugye a kokiba is, hogy hogyan van ez reprezentálva, hogyan működik ez az egész, tehát hogy mi van belül, amikor a képeket, meg nem tudom, miket látom, az hogyan reprezentálik, hogyan tárolódik el a fejünkben, milyen kapcsolatok alakulnak ki, akkor belül valamilyen belső, most csak valamilyen absztrakt virtuális reprezentációs térbe, ahol elhelyezkednek az almák és a körték, és valahogy azokat lehet klaszterezni, vagy valamilyen hipersíkkal szétválasztani. És akkor hát ugye ezt nevezik ugye mesterséges neuronháló modelleknek, amiből az analógia csupán annyi, hogy van sok bemenete és egy kimenete, ami már valószínűleg az idegsejtekre se igaz, de nagyjából ez a modell, és akkor ez viszonylag könnyű egy ilyen matematikai formává alakítani, hogy valamilyen vektor leírja a bemeneteket, az adatokat, amiket mérünk, azt át tudjuk általában alakítani valamilyen nagyon sok dimenziós vektorrá, és akkor a vektorokat ugye mátrixokkal tudjuk szorozni a legegyszerűbb esetben lineáris műveletekkel, és akkor ez egy ilyen lineáris transformáció, majd a mátrixnak az elemeit lehet változtatni, és utána valamilyen nem lineáris transfer függvénye megkapjuk a kimenetet, és akkor ez egy ilyen mesterséges modul idegsejt, és akkor ebből tudunk egy nagy hálózatot csinálni. Egy ilyen modul az értelemszerűen egy ilyen lineáris transformáció, egy ilyen lineáris hipersíkot tud rakni ebbe az absztrakt térbe, és hogyha sok ilyet rakunk, akkor sok kis hipersíkkal ki tudjuk keríteni azt a részét a virtuális adattérnek, ami mondjuk minket érdekel, vagy tudunk osztályozni. És akkor hát ez a nagy feladat, vagy a nagy probléma benne igazából azt, hogy úgy reprezentálni a dolgokat, ahogy vannak, úgy a maguk valóságában, tehát mondjuk a képek esetén például a pixelek, azok, hogyha egy kicsit arrébb tolom, akkor abban a pixelben egészen más lesz. Tehát ez nem egy jó reprezentáció a dolgoknak, vagy hogy azt is tudjuk, épp egy nyelvész kollégával fogtam kezet itt az elején, hogy a szavak azok csak esetleg általában, ugye a hangutánzó szavaktól eltekintve, esetleges reprezentánsai a jelentésnek. Tehát hogyha ott egy betűt megváltoztatok, akkor nem biztos, hogy hasonló jelentésű szót kapok. És akkor ez, hogy ebből a valódi nyers adattérből hogyan transformáljuk át egy olyan belső modalitás vagy látens térbe, ahol már a közelség, tehát mondjuk az ott lévő vektoroknak a távolsága, az korál, az, hogy a valóságban mennyire hasonlítanak a dolgok, ez tulajdonképpen a legnehezebb feladat, meg ez a magja valahol a gépi tanulásnak, és utána már csak ezt kell csinálni, optimalizálgatni kell ezeket az elválasztó felületeket, aki ugye matematikán nőtt föl, lineáris algebra, ezt lehet mondani a gyerekeknek, unokáknak, hogy a lineáris algebra az nagyon cool dolog, mindig panaszkodnak, hogy minek ezt tanulni, anya, minek ezt tanulni, ez a mesterséges intelligencia, ezt kell nekik mondani, tehát ez tényleg egy nagyon fontos, nagyon központi dolog. Persze aztán lineáris algebra, de vannak bonyodalmak, vannak nehézségek, és akkor példa az, hogy hogyan gyűjtünk elég nagy tanítóhalmaz, tehát jelen esetben ugye azért ez egy hátrány ezeknek a módszereknek, hogy nagyságrenddel több adatból tanul csak, mint az ember kevés példából is
megérti a dolgokat, a gépeknek pedig 1000 millió számra kell adni az adatokat, illetve a belső reprezentáció is nagyon bonyolult. Nem tudom, látszik valamennyire az a jobb felső ábra. Az azt mutatja az évek folyamán, szintén egy ilyen Moore-törvényszerű dolog, hogy mennyi ilyen úgynevezett mesterséges szinapszisnak hívhatjuk ezt, tehát mennyi ilyen matrix elem gyakorlatilag van ezekben a modellekben, és iszonyatos számok vannak, tehát ezek egyébként leginkább a nyelvi modellekben, az emberi nyelv feldolgozó modellekben vannak, és akkor ott tartunk már, ha csak a nyers számokat, a darabszámot nézzük, hogy a kapcsolatok száma az közelíti, a piros vonalat azt csak én extrapoláltam rá, hogy akkor jövőre el is kellene érni azt a valamilyen értelemben azt a kapacitást, ami az ember fejében van, hogyha a technológia ilyen tempóban halad. De hogy ha van egy ilyen 1000 milliárd paraméteres modell, tehát gondoljuk el, az elején mutattam az egyenest, aminek van 2 paraméter, a parabolának 3, ennek van 1000 milliárd, akkor az mennyi adatpont kell, vagy hogy kell ezt az egészet tanítani? Ez valahol egyébként egy rejtély, hogy egyáltalán miért lehet tanítani ennyi paraméteres modellt, tulajdonképpen kevesebb adattal, mint amennyi paraméterünk van. Tehát rengeteg-rengeteg ilyen feladat van. És akkor itt a Pósai Misi az elején itt beszélgettünk a párhuzamokról, hogy itt valamelyik képet, elektromikroszkópos képet, nagyon halvány felvételeket tudtak, csak nagyon zajos felvételeket csinálni, hogy ne tegyék tönkre az anyagot, és azokat kellett összeilleszteni, és azoknak az összegéből jött ki az egyik szép kép, amit az ajtó mellett látható, és hogy ehhez végül valami csillagászati szoftvert kellett használni. Ez szintén egy ilyen párhuzam a tudományoknak a konvergenciája, vagy az egységét mutatja, ez a Szalai Sándoréknak egy a Science-ben nemrég megjelent cikke, amiben ugyanazt a workflow-t, ugyanazt az adat elemző folyamot, amit még anno a csillagászati képek kidolgozására csináltunk, megdolgoztunk rajta évekig, ugyanazt használják hisztopatológiai képeknek a feldolgozására. Mert valahol az adatok szintjén nagyon hasonlók, tehát képek vannak, sok csatornás képek, ugyanazok a problémák a zajjal, a kalibrációval kép, objektumokat megtalálni rajta, és a többi, és a többi, és akkor ezt nagyon sikeresen, természetesen orvos kollégákkal közreműködve nagyon sikeresen tudták immunterápiához kapcsolódó vizsgálatokba felhasználni. És igazából hát ez csak egy ilyen kis reklámfólia az én csoportom, hogy mi minden folyik. Tehát ez a mesterséges intelligencia tényleg nagyon sok dolgot összeköt. Tehát mindenhol gyűlnek az adatok, és mindenütt vannak problémák, és akkor szinte mint a messiást várják azt, hogy eddig nem tudtuk megküzdeni ezzel, de majd a gépi tanulás, hát ha akkor az kihoz valamit, és gyakran egyébként tényleg, és szerencsére a fiatalokat is eléggé motiválja, és akkor sikerül eléggé tehetséges fiatalokat oda magam köré gyűjteni, és akkor olyan dolgoktól kezdve, mint a, most itt látszik az a molekulák, az AlphaFold, tehát az például nem tudom, van-e itt kémikus, biokémikus, tehát ez egy álom volt, tehát én diákkorom óta vártam már, hogy mikor oldódik meg a protein folding, az aminosav láncból, ugye a háromdimenziós szerkezet elvileg egy értelműen adódik, vagy kvázi egyértelműen adódik, és nem tudják összetekerni, nem tudják kiszámolni, nem bírja semmilyen számítógép, és akkor azt hiszem tavaly előtt a DeepMind egyszer csak azt mondta, hogy már sok, meg a Go, meg a nem tudom már mi unalmas, akkor próbáljuk meg ezt, és megcsinálták. És olyan pontossággal, mint a röntgen krisztalográfia, olyan pontossággal tudnak, és nem is csak az, hogy akkor megvan a módszer, hanem egyből ki is adták az összes fehérjének a térszerkezetét. Mi is használjuk, és akkor nem tudom, a koronavírus spike-ot ennyit nézegetjük, és még sorolhatnám a példákat. Néhányat csak így konkrétan fölvillantok, az egyik egy nemzetközi együttműködés, aminek mindjárt lesz a World Package Meeting-je egy órakor, és be kell lépnem, ami egy érdekes történet, ez még a járvány előtt indult volna, vagy indult pont 2020. január 1-én a projekt, de meg volt tervezve, és a terv benne volt már a járvány. Nem az, hogy mi csináltuk a járványt, de hogy ilyen lesz. Tehát ott vannak rajta a képen a kis denevérek, meg a kullancsok, meg a szúnyogok, amik tudjuk, hogy ugye hordozzák ezeket a vírusokat, tudjuk, hogy találkoznak az emberekkel, tudjuk, hogy előbb-utóbb mutálódnak a vírusok, és akkor ember és ember között is tud terjedni, és akkor ez az egész. És az lett volna a feladatunk, vagy a célunk, hogy mindezt előre lássuk, megelőzzünk, szóljunk a döntéshozóknak, és megelőzzük a járványokat. Ebből egyébként
amit tapasztaltam, a legnehezebb a szóljunk a döntéshozóknak. Tehát még ha rá is jönnénk az egész, hogy hogyan működik, és hogy a döntéshozók után mit tudnak ezzel csinálni, szerintem ez a legnehezebb benne. Itt konkrétan a mesterséges intelligenciás projekt az az volt, hogy spanyol kollégák egy ilyen mobiltelefonos appal, amit mindenki letölthet magának, ajánlom mindenki, Mosquito Alert az a neve, lefényképezi a szúnyogot, és azt vizsgálják, hogy a klímaváltozás hatására ez az ázsiai tigris szúnyog, ami sok csúnya betegséget, zika, gyengő, csikungunya, ezeket terjeszti, hogy ezek hogyan húzódnak föl, és fölhúzódnak, Magyarországon is vannak, tehát hogy ezek húzódnak föl fokozatosan Európába, és valamilyen szempontból rosszabbak, mint a koronavírus, mert vehetek fel maszkot, meg nem tudom micsoda, de igazából ilyen nagyon pici szúnyogokat, akármiket, ez sokkal nehezebb attól elszeparálni magamat, ott nem segít a karantén, az ott sok szempontból sokkal nehezebb. Egy másik, egy nagyon sikeres projekt, amit a Ribli Dezső doktorandusom csinált, meg igazából vagy vele közösen csináltuk, ez pedig szintén a technológiának az erejét mutatja. Tehát kiírtak egy nagy nemzetközi versenyt, hogy mammográfiai képeket adtak ki, egy részéről megmondták, hogy melyik a rákos, melyik a nem rákos, másikról meg nem mondták meg, és akkor ki kellett alakítani bármilyen módszert, ami legalább olyan jól dolgozik, mint a radiológusok. És akkor ő olyan háttérrel, hogy előtte csillagászati projekten dolgozott nálam, de mesterséges neuronhálózatokkal foglalkozott, akkor beszállt ebbe a versenybe, 2 hónapig tartott, megcsinált egy olyan kódot, amivel 1200 részvevő közül első lett, és olyan pontossággal tudja a felvételeket kiértékelni, mint a radiológusok, legalábbis ebben a szűk feladatkörben. Tehát, hogy ez mutatja azt, hogy egy, azt nem mondom, hogy random, mert ő extrém tehetséges, de egy PhD hallgató pár hónap alatt olyat csinál, mint az a szak, nem is tudtuk lepublikálni egyébként a radiológiai újságban. Mondták, ez micsoda? Hát miért, nem tudom, itt a feature-ek, nem tudom, mióta már foglalkozunk. De konkrétan ezt írta az editor, ez szerintük ez nem tudomány. Jó? Ez nem tudomány. Mi az, hogy valaki csak megcsinálja, amint az egész computing évtizedek óta dolgozik. Egy másik szintén kapcsolódó, és kiemelem azt, hogy a kollaborációknak nagyon nagy szerepe van ebben, tehát mi magunk nyilván nem tudjuk ezt csinálni. Általában az előzőben is ugye ott voltak kolléganők, ott látszik Horváth Anna meg Unger Zsuzsa, akik orvosok, radiológusok, és segítették persze az egésznek a beállítását, és a másik projekt itt pedig intenzíven a Sotéval meg a 3D Hisztek cégkel, aki ezeket a patológiai mikroszkópokat gyártja, együttműködve a patológiai képek feldolgozására próbáljuk ezt az egészet csinálni. Itt a nagyobb a kihívás sok szempontból, de sokkal összetettebbek ezek a képek, valamilyen szempontból, meg sokkal nagyobbak. Tehát itt mondjuk egy kép az 80.000x60.000 pixeles, ami azt jelenti, hogy közel 200.000 ilyen kicsi kép van egy nagy képből, amit úgy lehet tanítani, és akkor itt maga az egésznek a beszkennelése, följelölése, tehát ugye, hogy legyen egy tanító halmaz, ez egy igazán nagy feladat, és akkor ezt csináljuk a lelkes kollégákkal, a kettes patológia intézette, meg a 3D hisztekkel, és akkor ebből is van már egy cikk, amely Pataki Bálint doktoranduszom az első szerző rajta. És akkor keretes szerkezet visszatérve a csillagászathoz, ez szintén egy ilyen tipikus alkalmazás, hogy a jelenségek és a vizsgálatok számos példájában egyik irányba könnyebb kiszámolni valamit. Tehát konkrétan a kozmológiai modell, ami már amennyire jó, de van egy jó kozmológiai modellünk, beállítjuk a paramétereket, mennyi volt a sötét anyag, sötét energia, mekkora volt az univerzum tömege, hány éves az univerzum, vagy valamilyen néhány alapparamétert beállítunk, ezzel le tudjuk szimulálni. Tehát a Newton törvényeket, az Einstein gyerteket, mindent belerakunk, tehát az egész fizikát belerakjuk, és le tudjuk szimulálni az univerzumot, persze csak egy adott felbontással, és akkor megnézzük, hogy akkor, ha így állítom a paramétert, ha úgy, ha amúgy, milyen univerzum kép jön ki. Visszafelé viszont, hogyha látok egy univerzum képet, abból megállapítani, itt konkrétan egy ilyen gravitációs lencsézés térkép volt, megállapítani, hogy mik a paraméterek, sokkal nehezebb. A szimulációkon, hogy ezt lehet tesztelni. És akkor a hagyományosan a csillagászok, kozmológusok az ő matematikai módszereivel, teljesítménysűrűség, spektrum, több pontkorrelációs függvények, meg ilyesmiket használtak, és akkor kipróbáltuk rá a neuronhálókat, és meglepő módon jobban működtek, de nem is az az igazán meglepő, hanem az a meglepő, hogy kiderült, hogy a neuronhálózat föltalált egy viszonylag egyszerű, vagy nem föltalált, újra felfedezett egy viszonylag egyszerű képfeldolgozási módszert, amit mindenki ismert, mert évtizedek óta a képfeldolgozó, tehát a photoshoposok, meg nem tudom kicsit, már évtizedek óta ismerték, de a kozmológusok nem használták ezt, mert ők a
teljesítmény, sűrűség, spektrum, Fourier transformáció, korrelációs függvények nyelvén próbálkoztak, és akkor ilyen egyszerű primitív dologgal nem is gondolták, hogy lehet információt kinyerni. Tehát tulajdonképpen így ezt mondtuk, hogy learning from deep learning, tehát a géptől, a gép felfedezett nekünk egy egyszerű ötletet, ami elkerült eddig a figyelmünket, szerintem ez igazán érdekes. És akkor zárásként, hogy hol tart ma az egész, tehát ez a state of art, ami én szerintem, hogy mire jó, az egy más kérdés, de tényleg megdöbbentő. Pont jó, mert ugye szegény Erzsébet királynő most halt meg, és neki is ilyen korgi kutyái vannak, és hogyha azt mondom a gépnek, hogy te gép, légy szíves, csinálj már nekem egy képet, ahol egy ilyen korgi kutya ül sushiból készített házban, akkor ezt rajzolja le. Ezt ő nem leszette az internetről, mert nincs ilyen az interneten. Jó? Vagy ugye tudomány, őrült plüsmackók, mindenféle szikrázó vegyületeket kevernek, és meg is mondhatom, hogy milyen stílusban. Rajzfilm stílusban, vagy steampunk stílusban, vagy milyen stílusban csinálja meg a képet. És itt van, ilyen kép sincs az interneten, vagy az a panda, az is nagyon jól néz ki, nagyon cuki. Jó, tehát annak kép, hogy cuki képeket lehet vele csinálni, ugye mi mindig tehát követjük ezt az egész trendet, meg hát ez a feladatunk, és akkor ezeket a módszereket tudományos dolgokra használni. És akkor itt ugye a válságokkal kezdtem, és akkor próbálok valami optimista zárófóliát berakni, meg hát ugye valamilyen szempontból, hogy ez a Veszprémi Akadémiai Bizottság, de egyből valamilyen értelme mindig a tudomány ünnepe ez az egész dolog, és ugye ezt lehet mondani azért, hogy ez az eredendő emberi kíváncsiság, ugye mondtam, hogy a fényes pöttyök hogyan mozognak az égen. Tulajdonképpen ezt tette lehető, hogy megértsük a mechanika törvényeit, és katedrálisokat, piramisokat építsünk. Hogy megértettük a termodinamika törvényét, és lett gőzgép, meg robbanó motor, és akkor megvalósítottuk a 7 mérföldes csizmát. Vagy ugye a elektrodinamika és a kvantummechanika, akkor van varázstükrünk, amivel ellátunk akárhova, meg beszélhetünk akárhova, és nyilván nincs vége az egésznek, de ez fontos hangsúlyozni, hogy ez csak úgy megy, hogyha az eredő emberi kíváncsiság, meg a technológia kart karöltve halad előre, és lehet mondani majd, amikor tárgyalunk ugye a finanszírozókkal, hogy az alapkutatásoknak is milyen fontos szerepe van ebben, és azt látom, hogy csak úgy lehet csinálni, és akkor csak egy mondat még arra, hogy az oktatásban szerintem nagyon nagy feladatunk van, hogy ezt az egész gyors változást ezt lekövessük, és akkor a jövő generációt úgy képezzük, hogy képes legyen a hagyományos saját disziplináját is mélyen tudni és érteni, és tudja kezelni ezeket a technológiákat, amivel feldolgozhat ez a sok adat. Köszönöm szépen a figyelmet. Megköszönöm professzor úr érdekfeszítő és jó néhány elemében tovább gondolásra érdemes előadását. Kedves vendégeink, ünnepségünk következő részében a VEAB emlékplakettek átadására kerül sor. A díjat Frany Tamás akadémikus úr, az MTA elnöke, és Padisák Judit akadémikus asszony, az MTA VEAB alelnöke adják át. A VEAB elnöksége az idei évben a VEAB emlékérem díjat a további hagyományoknak megfelelően az előző elnöki ciklus vezetőinek adományozza, az értékteremtés területén végzett, az MTA VEAB hagyományos és tudományos közéleti munkájában maradandót alkotó, ezzel a régió tudományos közéletét, a Veszprémi Akadémiai Bizottságról alkotott közvélekedés gazdagító tevékenységének elismeréseként. Elsőként felkérem Posfai Mihály akadémikus urat, a VEAB korábbi elnökét, lépjen előre a díjátadáshoz. Posfai Mihály az ELTE geológus szakán szerzett oklevelet, majd több külföldi tartózkodás, így az Arizonai Egyetem Egyesült Államok, után a magyar geológiai kutatások vezető személyiségévé nőtte ki magát. Kutatási területe a környezeti geológia számos területéhez kapcsolódik, kiemelkedő kutatásokat végzett a légköri aeroszol részecskék, a mágneses baktériumok, a szulfidásványok kristálykémiája és a tavi karbonát képződés vizsgálata területén. Munkáit a legrangosabb nemzetközi folyóiratokban publikálta, közleményeivel a környezeti geokémia nemzetközileg ismert és elismert szakemberévé vált,
amelyet a számos hivatkozáson túl az Akadémia Európéja tagsága is bizonyít. Kutatásai mellett kutatás szervezési munkája is meghatározó jelentőségű. A Pannon Egyetemen elindította a környezeti geokémia oktatását, fiatal munkatársait bevezette a tudományos kutatások rejtelmeibe. Pusfai Mihály nevéhez fűződik a korszerű elektromikroszkópokkal felszerelt nanolaboratórium létrehozása és irányítása, amely a Pannon Egyetem keretében a kutatásokon túlmenően a gazdasági termelés számára is végez anyagszerkezeti és morfológiai vizsgálatokat. Pusfai Mihály munkái szorosan kötődnek a Balaton mikroorganizmusainak karbonát és foszfor ciklusának megismeréséhez. Elsőnek mutatta ki a biogén eredetű mágneses nanokristályok tavi jelenlétét, az eredmények megvitatására nemzetközi konferenciát szervezett. Híressé váltak a téli ásványtani iskola rendszeres rendezvényei is. Pusfai Mihály 2010-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választották, ezt követően két cikluson keresztül elnöke volt az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottságának. Ezt a tevékenységét is kiválóan mindenki megelégedésére végezte. Így egyebek között a szervezésében tartott előadásokon, ismert kutatók tolmácsolásában nyomon követhettük a tudomány legújabb eredményeit. Meghatározó szerepet játszott továbbá az MTA ifjúsági tagozatának létrehozásában, segítve így módon a tehetséges magyar kutatók pályájának alakulását. Kutatásait 2010-ben akadémiai díjjal, oktatási tevékenységét 2013-ban Szent Györgyi Albert díjjal fémjelezhetjük. Munkájának összességét 2016-ban Széchenyi díjjal ismerték el. Gratulálunk! Felkérem Weiss Otto akadémikus urat, a VEAB korábbi alelnökét, lépjen előre a díjátadáshoz. Weiss Otto 1979-ben a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Karán szerzett általános agrármérnöki diplomát. Ezt követően az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetében kezdte meg kutatói pályafutását. Mezőgazdasági genetikus szakmérnöki diplomát szerzett a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1984-ben. Szűkebb szakterülete a kalászos gabonák abiotikus stressz rezisztenciájának kutatás, ellenálló fajták nemesítése, valamint a klímaváltozás mezőgazdasági hatásainak tanulmányozása. Nevéhez fűződik a 90-es évek elején elindított kutatási program, amely a globális klímaváltozás várható mezőgazdasági hatásait vizsgálja fitotromban. Több mint három évtizedes munkássága során vizsgálta a növény, az abiotikus stressztényezők és a környezet kölcsönhatását, annak genetikai és növény élettani hátterét a gabonafélékben. 2016 óta az ATK Mezőgazdasági Intézet igazgatója vezetésével folyik az egészségvédő élelmiszer alapanyag előállításában fontos szerepet betöltő zab nemesítése, az őszi zab abiotikus stressz rezisztenciájának javítása. Állami elismerésen részesült őszi zabtörzsei Magyarország első olyan intenzív típusú fajtái, melyek termése megközelíti az őszi búzájét. Munkatársaival együtt részt vesz a Martonvásári búzanemesítési kutatásokban. Társnemesítőként 54 búza, 6 őszi durumbúza, 3 zab, 2 tritikálé és 1 tönkőfajta előállításában vett részt, valamint társfeltalálója 32 szabadalmi oltalomban részesített találmánynak. Számos tudományos és szakmai szervezet munkájában aktív szerepet vállalva, tagként vagy vezetői feladatokat ellátva vesz részt. Két ciklusban, 2014 és 20 között, az MTA VEAB alelnöke 2019-ben az akadémia levelező tagjává választották. Munkáját 2010-ben jedlikányos, 2012-ben akadémiai, 2016-ban akadémiai szabadalmi nívódíjjal ismerték el. 2017-ben a Magyar Növénynemesítők Egyesülete bronz emlékérmét kapta meg.
Gratulálunk. Felkérem Skodáni Földes Rita professzorasszonyt, a VEAB korábbi alelnökét, lépjen előre a díjátadáshoz. Skodáni Földes Rita az MTA doktora, a Pannonegyetem egyetemi tanára. Okleveles vegyészmérnöki diplomáját 1987-ben szerezte a Veszprém Vegyipari Egyetemen. 1987-től dolgozik a Pannonegyetem Szerves Kémia Intézeti Tanszékén, 2009-től egyetemi tanárként, 2010-től intézeti tanszékvezetőként. Kutatási tématerülete katalitikus reakciók vizsgálata, ezen belül módszerfejlesztéssel foglalkozik, palládium katalizált karbonilezés ionfolyadékokban, aminokarbonilezés immobilizált katalizátorokkal, ionfolyadékok és rögzített ionfolyadékok katalizátorként történő alkalmazása, valamint új vegyületek szintézisével, szteroidok és ferrocén származékok. MTA doktora fokozatot 2007-ben szerzett. Oktatási tevékenységében kiemelten fontos szerepet játszik az utánpótlás nevelés. 30 diplomadolgozat, 21 szakdolgozat, 11 végzett és 4 abszolutóriumot szerzett PhD hallgató, számos OTDK helyezett és egy proszciencia díjas hallgató témavezetője. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Kémiai Szakmai Bizottságának elnöke, számos ösztöndíj és díj tulajdonosa, például Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, Olá György díj, L'Oréal UNESCO Magyar Ösztöndíj, a nőkért és a tudományért, a magyar felsőoktatásért emlékplakett, illetve magyar érdemrend tiszti kereszt. Régóta tevékenykedik a VEAB keretében. A VEAB kémiai szakbizottságának titkára volt 1997 és 2009 között, a VEAB alelnöke volt 2014 és 2020 között, 2020-tól a VEAB kémiai szakbizottságának elnöke. 2021-től a VEAB kulturális egyesületének elnöke. Szakbizottsági elnökként fontosnak tartja a fiatal kutatók és PhD hallgatók minél intenzívebb bevonását a VEAB tevékenységébe. Bárdos Jenőt kérem, hogy fáradjon a VEAB korábbi alelnökét a díjátadáshoz. Bárdos Jenő Szegeden diplomázott, magyar-orosz-angol nyelvi és irodalom szakokon 1968-ban, illetve 1969-ben a József Attila Tudományegyetemen. Ugyanott az Ötvös Kollégium tagja. Az idegen nyelvi tudásszintmérés témakörében szerzett posztgraduális fokozatot Canterbury-ben, 1980 University of Kent, és ebben a témakörben védte meg bölcsész doktori értekezését az ELTE bölcsészettudományi karán 1981-ben. 1984-ben a pedagógiai szemle írásait kritikai nívódíjban részesítette. 1987-ben védte meg kandidátusi disszertációját az idegen nyelvek tanításának kultúrtörténetéről. 1988-tól 1990-ig a magyar nyelv és irodalom Fulbright ösztöndíjas vendégprofesszora a Rutgers Egyetemen, New Brunswickban. Részt vett az amerikai magyarság legfontosabb konferenciáin, nagyszabású magyar könyvkiállítást rendezett a Rutgers Egyetemen, konzultásként közreműködött amerikai szervezetek munkájában. 1990-ben alapítói szerepet vállalt a Veszprémi Egyetem angol nyelv és irodalom tanszékének, majd a tanárképző karnak kialakításában. 1991-től 1998-ig ennek dékánjaként 11 tanszéket és 18 programot hozott létre, és kiépítette az 5 éves és 3 éves tanárképzés gyakorló iskolai hálózatát. A modern idegennyelvi képzés állt a középpontjában annak az alkalmazott nyelvészeti habilitációnak is, az alkalmazott nyelvészet, a hungarológia és a nyelvpedagógia konstellációjában, melyet 1995-ben az ELTE BTK-n folytatott le. 1999-től 2002-ig elnyerte a Széchenyi professzori ösztöndíjat, 5 év alatt 5 monográfiát írt, és 2007-ben megvédte
az MTA doktora címet. Mind a mai napig általános és szakfordítóként, szaklektorként is tevékenykedik több országos kiadónál. Jelenleg az Eszterházi Károly Egyetem és a Pannon Egyetem professzor emeritusa, ahol az előbbi neveléstudományi doktori iskolájában az anyanyelv és idegen nyelvek pedagógiája elnevezésű program vezetője, valamint a doktori iskola programigazgatója. Tagja az EKE és a PE professzorok tanácsának, valamint az egyetemi doktori és habilitációs tanácsnak. Külső tagja az ELTE doktori és habilitációs bizottságának. Tagja az MTA pedagógiai bizottságának. 2017-ben az MTA VEAB bölcsészettudományi és társadalomtudományi alelnökének választották. 2018-tól a Magyar UNESCO Bizottság nevelésügyi bizottságának tagja. Következő díjazottunk Tóth Balázs, a VEAB korábbi tudományos titkára, aki sajnos nem tud részt venni mai ünnepségünkön, de a díjat eljuttatjuk hozzá. Tóth Balázs 1974-ben született Veszprémben, családjával jelenleg is itt él. Diplomáját Szegeden 1997-ben molekuláris biológus és biotechnológus szakirányon szerezte. PhD tanulmányai dr. Galiba Gábor témavezetésével Martonvásáron kezdte, ahol 2000-től már főállásban dolgozott. PhD kutatásai során vezető külföldi laboratóriumokban sajátította el a géntérképezés és a molekuláris markerezés alapjait, a növényi biotechnológia és a molekuláris genetika módszereit. A PhD fokozat megszerzése után posztdoktori ösztöndíjasként Balla Tamás laboratóriumában dolgozott 4 évig, ahol orvosi jellegű sejtbiológiai kutatásokat végzett. Hazatérése után Martonvásáron folytatta munkáját, illetve ezzel párhuzamosan a Pannon Egyetemen Wondervis Ferenc kutatásaiba is bekapcsolódott. Jelenleg részt vesz a Pannon Egyetem molekuláris és nanotechnológiák doktori iskola munkájában. Az MTA VEAB tudományos titkári feladatait 2014 és 20 között látta el. Gratulálunk! Gratulálunk valamennyi díjazottnak, kedves vendégeink, ünnepségünk ezzel véget ért, köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, és kérjük meghívott vendégeinket, hogy fáradjanak a épület alatt található pincébe az állófogadásra. Köszönjük szépen a figyelmet!